Helyi szinten is szeretnék csökkenteni a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait. Ennek érdekében egy uniós pályázat keretében indult kezdeményezés. A megyei klímastratégiának köszönhetően környezettudatosabbá válhatnak a helyi közösségek. Országos szinten leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érezhető az átlagos hőmérséklet növekedés. Az árvíz, a belvíz és a földek elaszályosodása ellen védekezni kell, valamint vissza kell szorítani az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezért van szükség a szakemberek által kidolgozott klímastratégiákra. Elsősorban a 2016. decemberében alakult éghajlatváltozási platform, a megyei klímastratégia formálója. Ennek alapja a Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott módszertani útmutató. A stratégia azt próbálja megmutatni, hogyan lehet azokat a negatív hatásokat csökkenteni, amelyekkel a klímaváltozás szembeállítja hazánkat. A szakemberek a jelentősebb kistérségi központokban, konferenciákon és munkamegbeszéléseken vitatják meg az érintett témákat, mint például az éghajlatváltozást, a bio- és hulladékgazdálkodást és a megújuló energiában rejlő lehetőségeket a Nyíregyházi Egyetem oktatóinak bevonásával. És vendégünk a stúdióban dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem általános rektor helyettese, illetve Kozma Angélia, a megyei éghajlatváltozási platform megyei koordinátora titkára. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Hát első körben akkor arra lennék kíváncsi, hogy mennyire érinti Nyíregyházát, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét a klímaváltozás? Ha jól tudom, eléggé erősen. Abszolút, abszolút így van, és a klímaváltozás gyakorlatilag az ország teljes területét teljes mértékben érinti. Ami számunkra is, hát nem azt mondom, hogy újdonság volt, de legalábbis fontos információ volt a stratégia elkészítése és az azt gyűjtött adatok során, az leginkább az, hogy az elmúlt 30 év távlatában országosan pont a mi megyénk volt az, ahol a legnagyobb mértékű átlaghőmérséket emelkedés volt tapasztalható, ezt az országos meteorológiai alapján is meg tudjuk állapítani. Ezt miért kaptuk meg ajándékba? A kérdés nagyon jó, rengeteg és összetett oka van ennek a jelenségnek, illetve magának ennek a változásnak. Alapvetően nyilván a talajadottságok, a domborzati adottságok, ezek mind-mind hozzájárulnak ennek a hőmérsékletnek a növekedéséhez. De nem az, hogy környezetszennyező módon élnének a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek? Így van, abszolút, hiszen nem mondhatjuk, hogy egy nehéziparral rendelkező megye lennénk. De ugye pont a szennyezők kibocsátása az, ami nem csak lokálisan fejti ki hatását, hanem globálisan is. Tehát a tekintetben egyáltalán nem mondhatjuk, hogy mivel nálunk nincsen nehézipar, ezért minket nem érint adott esetben a légszennyezés, hiszen sajnos tapasztaljuk több éve már, hogy pont Nyíregyházán és környékén rendszeresen túllépi a egészségügyi határértékeket néhány szennyezőanyag, holott valóban nem mondhatjuk, hogy nagyon komoly nehéziparral lennénk körbevéve. A Nyíregyházi Egyetem hogy kapcsolódik ebbe a munkába? A Nyíregyházi Egyetem szakemberei elsősorban szakmai oldalról kapcsolódtak a stratégia készítésébe, hiszen ez egy összetett projekt volt, nem csak a stratégia készítésről szólt, hanem számos más aspektusa is volt. A megyei önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat által bevont szervezetek kértek fel bennünket arra, hogy készítsük el ezt a stratégiát a meghatározott útmutató alapján. És ennek kapcsán adatgyűjtések folytak, majd pedig különböző célkitűzéseket fogalmaztunk meg, és végül így állt össze ez a stratégia. És a megyei éghajlatváltozási platform hogyan kapcsolódik? Ez egyébként ez egy új dolog. Számomra egyébként megnyugtató, hogy tényleg amúgy a megyében már foglalkoznak ezzel. Megyei éghajlatváltozási platform, mit jelent ez? A projekt keretében kötelezően létre kellett hozni, fel kellett állítani ezt a megyei éghajlatváltozási platformot, amelynek gyakorlatilag a szereplői a civil szervezetek, gazdasági társaságok, illetve oktatók is az egyetemről, tehát próbáltunk minél szélesebb körben bevonni partnereket. És ugye a platformnak a fő feladata a megyei klímastratégiának a kidolgozásához a szakmai háttér, tapasztalat, tudás, illetve a klímaváltozással kapcsolatos érzékenyítés volt a fő feladata ennek a platformnak. A háttér, honnan szerezték a hátteret? Ha jól tudom, akkor workshopokat szerveztek. Igen, számos rendezvényt szerveztünk, ugye a klímaváltozással kapcsolatos érzékenyítés témakörében. 10 workshopot tartottunk a megye különböző településein, szemléletformálási akciókat, online vetélkedőt is rendeztünk, az integráció minőségi fejlesztését alapítvány, mint konzorciumi partnerünknek a közreműködésével. Árulja nekem, mit jelentett az érzékenyítés? Hát a lakosságot kívántuk megszólítani leginkább, ugye az érzékenyítés az azt jelenti, hogy
tisztában legyenek a klímaváltozásnak a fogalmával gyakorlatilag, és olyan eljárásokat, gyakorlati tudnivalókat tudjanak magukévá tenni a rendezvények által, amiket tudnak hasznosítani a hétköznapokban is. Mik voltak azok a tapasztalatok, amelyeket majd a későbbiekben be lehetett építeni a klímastratégiába? Hát ilyen egyszerű praktikus dolgokra is felhívtuk a figyelmet, hogyan lehet mondjuk az energiaforrásokkal hatékonyan gazdálkodni, takarékoskodni a háztartásban, illetve rajzpályázat keretében is, hogy mit tehetünk a földünk, illetve a bolygónk jövőjéért. Tehát, hogy ilyen jellegű tevékenységeket folytattunk. Hát, hogyha klímastratégiáról beszélünk, illetve arról, hogy hogyan óvjuk meg a környezetünket, természetesen mindenkinek azért eszébe jut az, hogy a smog, tehát ne üljön autóba, az sem mindegy, hogy hogyan szemetel, ugye a kommunális hulladékot, azt hogyan idézőjelesen állítja elő, de ezen túlmenően vannak-e olyan dolgok, amelyek még irányt mutatnak? Mutathatnak. Természetesen vannak, és az a legfontosabb, hogy a lakosság, illetve azok, akik alapvetően érintettjei ennek a változásnak, ez pedig gyakorlatilag mindenkit jelent, pontosan tisztában legyenek ezekkel a dolgokkal. Így a stratégia készítése során alapvetően három irányból indultunk el. Először is a Klimabarát Települések Szövetsége által megfogalmazott irányelvnek megfelelően megnéztük, hogy a megyében egyáltalán jelen pillanatban az üvegházhatású gázok kibocsátása milyen szinten van. Melyek azok az aspektusok, amelyek ezt okozzák, de hát ugye nyilván mindenki tudja, hogy a fűtés, az energiafelhasználás alapvetően egy ilyen tevékenység. De hogy szinten van? Hát megyei értéket tekintve egy közepesnek mondható, ha többi megyével hasonlítjuk össze, és a teljes UHG kibocsátás, a megyei teljes UHG kibocsátásnak viszont a legjelentősebb része pont az energiafelhasználásból fakad. Ugye az elektromos energia megtermeléséhez kapcsolható üvegházhatású gázkibocsátás, a gázfelhasználáshoz, a tűzifa vagy éppen a szénfűtéshez kapcsolódó ilyenfajta UHG kibocsátás, de nagyon jelentős szegmens ebben a közlekedés is. Tehát az is körülbelül a teljes mennyiségnek mint egy harmadát jelenti. A mezőgazdaság is hozzájárul, de a mezőgazdaság ugye egy kicsit más megítélés alá esik, hiszen az nem csak kibocsátó, hanem egyben nyelő is, hiszen a növények a fotoszintézis során el is nyelnek bizonyos mennyiségű széndioxidot. További vizsgálati tényező? Aztán volt még az adaptáció. Hogyan alkalmazkodhatunk a megváltozott körülményekhez? Hogyan tudunk felkészülni akár a villámárvizekre, akár az aszályra, akár a belvizekre, akár az árvizekre? Tehát ezeket vizsgáltuk meg, megnéztük, hogy a megye ilyen tekintetben mennyire veszélyeztetett a különböző tényezők által. Illetve erre is rákérdeznék akkor. Igen, például az ár- és belvízvédelem tekintetében azt gondolom nem árulok előtt, ha azt mondom, hogy magasabb veszélyeztetettség jellemző a megyénkre, mint mondjuk például más megyékre, hiszen ismerjük Felső-Tiszavidék árvizeit, amelyek ugye rendszeresen előfordultak az elmúlt évtizedben is. Tehát e tekintetben vagy a belvíznek a problémája, ami ugye évente visszatérő jelenség, de ugyanakkor meg azt tapasztaljuk, hogy abban az évben, amikor belvízzel küzdünk mondjuk egy áprilisi hónapban, akkor lehet, hogy júliusban, augusztusban már az aszály ellen kell valamit tennünk, tehát öntözni kell a területeket. Ez egy óriási kihívás, hogy a víz visszatartást hogyan tudjuk megoldani a jövőben. Visszatérnék a további tényezőre, mert te hármat említett. Így van, tehát a mitigáció, adaptáció, és a harmadik a szemléletformálás, amihez kapcsolódóan ugye ezek az események is megvalósultak, hogy megismertessük a megye lakosságával a problémákat, és támpontot adjunk, hogy hogyan kellene máshogy állni ezekhez a kérdésekhez, hogy minél kevesebb UHG kibocsátás jellemezze megyénket. Akkor ez a klímastratégia kidolgozásra került, azt elmondhatjuk. Így van, teljes mértékig, amelyet a platformtagok bevonásával módosítottunk, természetesen, hiszen mindenki elmondhatta a véleményét, több hónapon keresztül társadalmasítási folyamaton ment keresztül, és hát hamarosan a megyei közgyűlés előkerülhet és elfogadhatóvá válhat. Mindjárt erről is beszélünk, de mit tartalmaz akkor a klímastratégia, mondta, hogy célkitűzéseket is tartalmaz? Így van, miután ugye megtörtént az UHG kibocsátás felmérés, megtörtént a veszélyeztetésének az elemzése, ezt követően megvizsgáltuk, hogy a nemzeti szintű, jelenleg már futó stratégiákba, programokba egy klímastratégia hogyan illeszthető be, illetve a megyei szinten már elfogadott különböző fejlesztési és egyéb koncepcióba hogyan tudjuk ezt beleilleszteni, hogy minél inkább szinergia jellemezze ezt a stratégiát. És ezt követően természetesen, ahogy mondtam, megfogalmazásra kerültek például olyan
intézkedések, hogy hogyan lehet ezt a bizonyos kibocsátást csökkenteni. Milyen irányba induljunk el, hogy mondjuk a villamosenergia felhasználásból, vagy a gázfogyasztásból származó kibocsátásunk csökkenjen. Hogyan lehet tudatosabban például a ön által is említett hulladékgazdálkodást végezni. Ugye nagyjából ez most már elmondható, hogy minden településen, a megye minden településen a szelektív gyűjtés megoldott, tehát nem azt kell most már megoldanunk, hogy legyen, hanem azt, hogy ennek a részarányát tudjuk minél inkább növelni. Itt milyen arányokat? Egyáltalán a célkitűzések azok mondjuk számadatokat tartalmaznak, és hogy ezt bizonyos határidőn belül végre tudjuk hajtani, vagy hogy lehet ezt elképzelni? Vannak olyan célkitűzések, amelyek konkrét számértékkel is el vannak látva. Így például megnéztük, hogy az össz UHG kibocsátás, ugye amit szén-dioxid egyenértékben szoktunk mérni, az megyei szinten mennyi, és megfogalmaztuk, hogy mi az elvárásunk középtávon és hosszú távon, tehát 2030 és 2050-re mit szeretnénk elérni, és megnéztük azt, hogy ennek a fajlagos értékeit, az egyfőre jutó értékei hogyan alakulnak. Sajnos közismert tény, hogy a megye lakossága ugye az elmúlt években, vagy már mondhatom azt, hogy évtizedekben egy fogyó tendenciát mutat. Tehát elsőben arra helyeztük a hangsúlyt, hogy valószínűleg ez nem nagyon fog változni, legalábbis nagy mértékben nem fog változni, tehát a megye lakossága minimális fogyást fog mutatni, ennek megfelelően a fajlagos értékek is csökkenjenek, és ezáltal a névleges értékek is csökkenni fognak. Tehát úgy ítéljük meg, hogy 15-20%-kal feltétlenül szükséges a csökkentés. Mondjuk egy konkrét célkitűzés mondjon nekem és egy eszközt. Például az előbb említett csökkentés. Azért puskázok, mert nagyon sok ilyen van, és olyat szeretnék mondani, ami talán leginkább közismert lehet. Megújuló energiaforrások arányának növelése a megyei energiaszektorban. Azt gondolom, hogy ez egy régi vágya a megyének, hogy minél több megújuló energiából előállított energiát tudjunk felhasználni. Ez jelent egyben villamosenergia előállítást napelemekkel, vagy például szélerőművekkel, hiszen tudjuk, a megyében például nincsenek szélerőművek. Igaz, nem is olyan megyéről beszélünk, ahol jelentős szélcsatornák lennének, de kis helyi szinten például mezőgazdasági célokra kiválóan lehet alkalmazni a szélenergiát is. Hogyha a megyei közgyűlés elfogadja, utána ez kötelező jellegű vagy egy ajánlás? Ahogy mondani szoktuk, minden stratégia annyit ér, amit megvalósítunk belőle. Nem törvényről van szó, tehát igazából a betartása az valóban a közös érdekünk. Így tehát bízom benne, hogy mindenki magáénak fogja ezt érezni. Köszönjük szépen, hogy itt voltak nálunk a stúdióban.